Minden év novemberében a fogászati hónap keretében fogaink egészsége kerül a figyelem középpontjába. Általában egy évben egyszer elmegyek ellenőrzésre, és amit olyankor kell, azt a fogorvos megcsinálja. Fogkőlevétel, tömés, pótlás, ilyeneket. Ez az egyik legnagyobb országos kampányidőszak, amikor a szakemberek felhívják a figyelmet a szájhigiénére, és erről beszélgettünk dr. Szőcs Tamás fogorvossal, illetve arról, hogy mire kell figyelnünk, hogy tudjuk megelőzni a fogbetegségek kialakulását. Leginkább szűrővizsgálatokkal lehet megelőzni. Évente 2 javasolt, tehát magyarul fél évente érdemes eljárni fogorvoshoz. Ugye ez a gyermekeknél meg is történik, mert a suliban eljárnak 2-szer fogászatra, és ott akkor javasolják is azt, hogyha valamit kell csinálni. Azt nyilván érdemes is megfogadni, mert sokszor sajnos halljuk, hogy nem mennek vissza a gyerekek, és akkor később kialakulnak már gondok. Úgyhogy hát a legfontosabb így röviden az, hogy szűrővizsgálatokra érdemes eljárni felnőtteknek és gyerekeknek is. Előjáróban fontos tisztázni az alapkérdést, hogy miért is kell rendszeresen fogatmosni, és naponta hányszor szükséges mindezt megtenni. Napi 2 fogmosás az mindenképpen javasolt, reggel este. Az időtartamra egy nagy átlagban ez a 2 perc van belőle, hogy addig érdemes. Ez ugye attól függ, hogy valaki kézi fogkefével mosfogat, vagy elektromossal. Az elektromosokban általában is van kódolva ez. Úgyhogy ott egy picit így egyszerűbb, úgymond a kontroll, de kézi fogkefével is ugyanúgy tökéletesen meg lehet mosni. Itt igazából nem is az idő, hanem az alaposság, ami a legfontosabb. Mint a szakértőtől megtudtuk, fontos a szájvíz használata is, hiszen segítségével különböző szájüregi problémáinkra nyújthat megoldást. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a fogainkról való gondoskodás, a megelőzés gondolata épüljön be már fiatalkorban.